Egy különleges felvétel a nemzet sportolójáról, az aranycsapat tagjáról, Buzánszky Jenőről, 1940-ből még gyerekként. Ő labdával a kezében a csapattársai között. Új-Dombóváron készült a felvétel. Dombóvár vasutas város volt. 150 éves egyébként a vasútvonal, az első vasútvonal itt a mi környékünkön. A két háború közötti időszakban, de még az 50-es, 60-as, 70-es években is egy óriási vasutas családnak szokták is nevezni Dombóvárt, egy vasutas közösség. Ennél fogva alig van olyan ma itt élő régi dombóvári, akinek a családjában nem lett volna vasutas. Tehát ez az emlék, ez kötelez bennünket, ez a szívünkben nagyon él ma is, és szomorúan emlékezünk a történetre természetesen. Ugyanis 1944. június 30-án megjelentek a bombázó repülőgépek. Érdekesség, hogy a kiértékelő fotókon tévedésből Kaposvár szerepel, de a pusztítás Dombóvárt érte. A szövetségesek bombáztak a területen. Az áldozatok emlékét őrzi ez a tábla a Nagy Boldogasszony templom falán. Már több évtizedes előzménye van mai rendezvényünknek is. A Városvezetés és a Városszépítő Egyesület részéről indult a kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy itt van egy olyan emléktábla, amelyet még a úgymond hőskorban, a 80-as évek elején, 84-ben állítottak a dombóváriak a II. Világháborúban elhunyt, a bombázások által elhunyt halottaik emlékére. Ez akkor rendkívülinek számított a Kádár korszakban, hiszen tudjuk azt, hogy a II. Világháborút követően több évtizedig a Kádár rendszerben emlékezni, emléket állítani, emléktáblát elhelyezni, világháborús halottaknak nem lehetett. Második világháborús katonai halottaknak különösen nem lehetett. Tehát amikor 84-ben ezt az Új-Dombóvária kezdeményezésére itt a templom falán elhelyezhették, ez valóban egy nagyon bátor tett volt annak idején. A városunk, Ódombóvár, a régi Dombóvár, az csak 1991-ben helyezhette el a neveket a hősök szobrán, mármint a II. Világháború halottainak a nevét. Na most ez a rendkívüli történet, ami az Új-Dombóvári városrészhez tartozik tehát, ez tulajdonképpen itt a rendszerváltást követően lehetőséget adott, hogy igen, erre emlékeztessük az embereket. Minden évben, június 30-a környékén, hiszen 44. június 30-án volt az a szörnyű angolszász bombázás, amelynek első alkalommal 12 halottja volt mindjárt, és abból 9-en ennek a városrésznek vasutas halottjai voltak. Az áldozatokról minden évben megemlékeznek, így volt ez idén is.